felkelte Lowland, továbbra is. Mutatkozzatok be, kérlek, kik vagytok. Mi vagyunk a Fétlezgat Kiskunhalasról. Röviden, tömören 2 éve kezdtük el ezt a fajta koncepciót kidolgozni. Volt egy pár minimális, illetve szükséges tagcsere. Azóta effektíve egy olyan 7-8 hónapja ugyanebben a felállásban dolgozzuk ki a további teendőinket. Most állunk éppen egy olyan szakaszában a zenekar életének, hogy ha mindenki úgy akarja, még mi is, akkor stúdióba vonultan meg fog jelenni rövidesen az első pár nótát tartalmazó LP. Addig ezen dolgozunk, heti egy próba, meghívásokat, ha tudjuk, teljesítjük, bár olyan sok nincs, de majd ez is változni fog. Egyelőre ennyi a... Milyen zenei hatások értek titeket, amikor így elkezdtétek az egészet? Illetve kik voltak az inspiráló zenekarok, kik azok a mai napon? Hát az biztos, hogy az első, ami nekem, az a Stars and Boy 1988, egy diszkó válogatás. De az nagyon gyorsan elmúlt, és utána egy kicsit másabb zenei pályára. Szerintem mindannyiunk nevébe beszélhetek, de majd egyenként is esetleg elmondják a véleményeket. Amint a metalba megérkezett az úgynevezett súlyosság, vagy súlyosabb témák, akkor azonnal. Nekem még természetesen koraiként Anthrax, Sodom, Sadus, koreai anyagok, Halloween, ugye a Walls of Jericho-val, de a többiek. Hoppá! Nem kicsi nevekkel kell büszkélkednünk, mint Osiris. Persze. TBC. Tehát Halasnak is voltak úgymond kiemelkedő, illetve dolgos csapatai. Én ezeket hallgatom a mai napig szinte. Hát igazából én mindenféle zenét hallgatok, így metáltéren is. Leginkább, ami meghatározott, még egyetemi évek alatt a Metallica volt. Abból indultam ki, de azóta nagyon sok félét hallgatok. Mm-hmm. És akkor hogy kerültél ilyen zenei alapokra egy eléggé és tényleg igazán súlyos, szeretelős, darabolós? Hát eredetileg barátom játszott ebbe a zenekarban, vele alapították ezt az egészet, és neki van egy másik zenekara is, ugye, és inkább arra akart koncentrálni, úgyhogy átvettem a helyét, aminek nagyon örülök, mert mindig szerettem volna zenekarban játszani. Végre sikerült is. Ugye említettétek a lemezt, ő majd mikorra várható, hogy előzetesen mit lehet tudni, mikor megjelenés? Hát ha az úgymond aktív időszakunk bezárul, akkor szerintem egy nagyon-nagyon pessimista vagyok. 3-4 hónapot azért mernék még adni a munkásságnak, hogy minden meglegyen, de minél hamarabb, ha lehet. Ez volt az első alkalmatok itt a Lowlandon? Nem. Második. Kettedik, meg az előbb bulikba is voltunk. Mindig szeretettel, sőt, hát tulajdonképpen van egy pici személyes kötődés is, mert az egyik főszervező úrunk, avval még az Asparatus zenekarban együtt dolgoztunk. És mindig jó szívvel gondolunk, sőt, mindig jó szívvel jövünk, mert nagyon jó kis történet. Szerintem az egyik legjobb junior fesztivál a piacon. Hát meg ebben a műfajban. Játszottatok már valahol komolyabb fesztiválokon is? Biztosan megvolt a Norvég Death Metal Fesztivál, ez 3 napos, azt hiszem, hogy 2800-2900 eurót lehetett nyerni a fellépéssel, oda nem tudtunk elmenni, de egyébként tavaly voltunk, ugyanitt voltunk egy mini, szigorúbb zenefesztiválon Győrbe, egy-két dologhoz társulnunk kell, de mint beszélgettük is, meg gondoltuk is a továbbiakban, hogy amíg nincs fizikai hordozó, vagy bármiféle történet, addig ide ez kevéske, ezen leszünk. Láttak már sokan bennünket, szeretnek is bennünket, azért mindig látható a terjeszkedés a reklámfelületünknek, úgymond, vagy a banda felületének. Nem lesz vele gond szerintem. Volt valamilyen érdekes történet így ebben a zenekar történetében, amit megosztanátok a nézőinknek? 2017, kim voltunk a gitárossal Navarokon, és köszönhetően a nem tudom minek, hogyan nem láttam még ilyet, ugye VIP jegyeink voltak, és pont abban az évben volt a Metallicának a
Azt hiszem, hogy a Fekete Albumnak, a 25 éves jubileumnak a visszafelé játszása, tehát az utolsó nota, az első gejátszották egy ilyen produkcióként, és akkor ott, backstage-ben simán Hetfielddel tudtam beszélni, megmutattam az anyagot, de ezen kívül, mert ugye ez megint csak nem igaz, nem tudunk különösebben. Van, jópainak mindig vannak. Bocsánat, így van, az idefele úton a zenekar turnétünét történetében először előztünk autót. Felárért, mert ugye tudjuk, hogy mi várhat ránk, sofőrünk sem már a régi. Igaz, hogy pénzbe került, de megoldott. Így van, de meg volt a gázfröccs. Köszönjük szépen! Köszönjük.